Ebben a videóban egy gyakori feladat megoldása következik, méghozzá egy grafikonnak az átrajzolása a GIMP képszerkesztő program segítségével. Most PNG formátumban van megadva ez a grafikonunk, fogd és vidd módszerrel, nyissuk meg a programban. Először is szeretnénk, hogyha színhűen át lennének másolva ezek a görbék, a feliratok újra el lennének készítve, valamint a rácshálót és a koordináta tengelyeket is teljes egészében szaggatott vonalakkal vagy pontozott vonalakkal átmásolnánk. Ahhoz, hogy ne veszítsük el az eredeti rajzunkat, hozzunk létre egy átlátszó réteget most, e fölött a rajzlap fölött. Ezt úgy vihetjük végbe, hogy rákattintunk a réteg menüre, új réteg, réteg kitöltésének típusa legyen átlátszó, és a réteg neve maradhat grafikon. Ezt követően tehát megvan az eredeti rajzlapunk is, fölötte egy átlátszó. Fontos, hogy ahonnan a másolást végrehajtjuk, mindig legyen az a réteg aktív, ahová szeretnénk, akkor pedig mindig állítsuk át a fölötte levő réteget aktívvá. Szeretnénk tehát a görbevonalakat első körben átmásolni. Szín szerinti kijelölést fogunk alkalmazni. Ctrl-C, majd ahová másolni szeretnénk, azt a réteget tesszük aktívvá. Ctrl-V. Ezt követően kikapcsolhatjuk az alsó réteget, és látjuk, hogy a lebegő kijelölésünk most megjelenik az átlátszó rétegen. Rögzítsük ezt le, jobb klik, majd pedig réteg rögzítése. Szeretnénk azonban, hogy ez a görbevonal vastagabb legyen. Újra alkalmazzuk a szín szerinti kijelölést, majd pedig rámegyünk a kijelölés, növelés parancsra, megnöveljük összesen 1 pixel, vagyis a kijelölés mindkét oldalán fél-fél pixellel ezt a kijelölést, és szeretnénk kitölteni ezt a kijelölést, hogyha a színt elfelejtettük volna beállítani, akkor itt a színpipette eszközre kattintunk, és ott fontos, hogy a réteg aktív legyen, rámegyünk arra a színre, ami nekünk szükséges. Ugye a kijelölésünk még mindig aktív, szerkesztés, kitöltés az előtér színnel, és egy vastag vonalat kapunk. Ugyanezt, ugyanilyen módszerrel eljátsszuk a zöld, illetve a narancsárga görbékkel is. Mindig az aktuális kijelölést előtte meg kell szüntetnünk, beállítjuk a színt, hogy később ezzel már ne legyen bajunk, színpipette eszköz, belekattintunk az adott pixelbe, szín szerinti kijelölés, beállítjuk a kijelölendő területet, Ctrl-C, ráállunk, ahová másoljuk, Ctrl-V, és a lebegő kijelölést a Ctrl-H parancsal rögzíthetjük is. Ugyanezt elvégezzük a narancsárga görbénkkel is. Ne felejtsük el a réteget ismét aktívvá tenni. Színbeállítása után szín szerinti kijelölés. Ctrl-C. Átlátszó réteg aktív, Ctrl-V, és a lebegő kijelölést a Ctrl-H parancsal, vagy pedig jobb klik és réteg rögzítése parancsal rögzítjük. Látjuk most már, hogy megvannak ezek a görbénk az átlátszó rétegen is. Hogyha minden megfelelő színű görbét átmásoltunk, akkor ezeknek a vastagságát is megnöveljük, méghozzá a szín szerinti kijelölés, kijelölés növelése 0,5 pixellel, majd pedig
Szerkesztés, kitöltés az előtér színnel, ehhez beállítjuk a színpipettával a nekünk szükséges színt. Szerkesztés, kitöltés az előtér színnel. Ugyanezt a zöld grafikonnal is eljátszuk. Kijelölést először megszüntetjük, ismét szín szerinti kijelölés, a kijelölés növelése, fél pixellel beállítjuk színpipettával a színt, szerkesztés, kitöltés az előtér színnel. Miután megvannak a grafikonjaink, szeretnénk átmásolni a koordinátatengelyeket és a segédvonalakat. Ezt a ceruza eszközzel és a már megtanult vonal húzási technikával vihetjük végbe. A kijelölést megszüntetjük. Ráállunk arra a rétegre, amelyen szeretnénk dolgozni. Visszaállítjuk a fekete előtérszint a kis fekete négyzetre kattintással. Pixel, és legyen az ecset mérete 2 pixel nagyságú. Belenagyítunk, megadjuk a kezdőpontot. Majd pedig megadjuk a végpontot. Ezzel nem várt módon már el is jutottunk a pontozott vonalig, ugye itt a távolságot kell beállítani ahhoz, hogy pontozott, vagy szaggatott vonalat kapjunk. Mi nekünk most még itt nem a pontozott vonalra van szükségünk, tehát a távolságot nullára csökkentjük. És így körbe rajzoljuk. A tengelyeket. Próbálunk az egyenes vonalakra törekedni, majd pedig most jöhetnek a pontvonalak. Legyen 700-as távolság közöttük. Kezdőpont megadása. Shift gomb és a végpont. Alakítsunk ki pontvonalat a kettes szám fölött is. A négyes szám fölött is. És így tovább. Nézzük meg, hogy szaggatott vonalat hogy tudunk létrehozni függőleges irányba. Ehhez ki kell választanunk ezt a csík-szerű ecsetet. Állítsuk be a méretét, mondjuk 10-es méretre. A dőlésszöge 90, ilyenkor álló ecsetformát hozunk létre. Szintén megadjuk a kezdőpontot. Shift nyomva tartás is megadjuk a végpontot. Így a szaggatott vonal is létrehozható. A dőlésszög visszaállításával legyen ez most 0. A vízszintes irányú szaggatott vonal is kialakítható. Itt értelemszerűen a távolságot csökkenteni kellene. Ezt követően már ki tudjuk egészíteni a grafikonunkat. Nézzük meg,
hogy ezek a kis bennmaradt betűk manuálisan hogyan javíthatók, ehhez válasszuk ki a radíreszközt, válasszunk ki egy másik ecsetvéget, és itt elkezdhetjük a radírozást. Hogyha nem kapjuk meg rögtön a fehér hátteret, akkor az éles szélű radírt kell beállítanunk. Kapcsoljuk ki a alatta levő réteget, hogy ez ne zavarjon minket. Színpipetta eszköz kiválasztásával beállítjuk újra az előtérszint. Ceruza eszköz méretét lecsökkentjük 2-re. És ilyen módon javíthatók a görbének a hiányosságai. Töröljük le ezeket a feliratokat itt oldalt, szintén a radír eszközzel. Hátra van még a feliratoknak a bemutatása, kapcsoljuk vissza az alsó réteget. Válasszuk ki a szövegeszközt. Vissza az előtérszín, illetve hogyha változna, akkor a szövegnek a színét is. És most eltérően az itt megadott képlettől azt fogom bemutatni, hogy hogyan állítható be az alsó index és a felső index. Válasszuk ki a Times New Roman betűtípust. Figyelni kell itt a betűk megadásánál, hogyha magyar szöveget írunk, akkor nem mindegyik betűkészlet tartalmazza a magyar ékezetes betűket. Legyen ez egy Times New Roman bold, a mérete legyen 35. Belekattintunk és írjuk azt, hogy G egyenlő AX a B-ediken, látjuk, hogy ez a 35-ös betű méret túl nagy, ezt ez esetben csökkenthetjük, maradjunk a 28-asnál. A B-t szeretnénk felső indexbe tenni, erre többféle megoldás van. Itt a fölötte levő szövegszerkesztő ablakban a kijelölt szöveg alapvonalának változtatása. Hogyha pedig mínuszban van, akkor alsó indexet írunk. És továbbá a betűméretnek a csökkentése. Hogyha itt kattintunk, akkor sajnos nem a kívánt eredményt érjük el, de időnként ez a felső ikon is megtréfál minket, ekkor bekapcsolhatjuk magát a szövegszerkesztő ablakot, és itt remélhetőleg a kijelölt betűnek a mérete fog változni. Igen. Itt már a kívánt hatást elérjük, hogyha itt változtatunk. Bezárjuk, és az átmozgatási eszközt alkalmazva el is készíthetjük a megfelelő helyen a feliratunkat. A grafikonnal való további átrajzolási, átírási műveletek ezek alapján a most bemutatott lépések alapján már lekövethetők.